Megelégeltük, hogy a kormány a fokozódó veszély ellenére a járvány második hullámában is folytatja a titkolózást. Ezért több mint két hete minden egyes napon részletes adatigénylést nyújtunk be a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Olyan adatokat kérünk, amik a hivatalos osztrák és német állami jelentésekben naponta megjelennek a fertőzöttek napi számáról, a fertőzés területi eloszlásáról, a kórházban és otthon ellátott betegekről. Ezek közérdekű, a nyilvánosságra tartozó adatok, amiknek a megismeréséhez mindnyájunknak joga van, hogy felelősen hozhassunk döntéseket a járványhelyzetben. Az első adatigénylések teljesítésének határideje most jár le, és csütörtökön este kaptunk is valamiféle választ. Ebben a válaszban azonban nem volt köszönet. Az NNK ahelyett, hogy átadta volna az adatokat, mindössze egy linkgyűjteményt küldött azokkal a honlapokkal, amiket mindenki jól ismer. Nem csak az állami koronavírusos oldalra hivatkoztak, hanem még a Facebook oldalukra is, mert a területi adatok csak onnan szedhetők össze. Igen, legjobb esetben is csak összeszedhetők, mert az adatok rendszerezve, értelmezhető bontásokban, áttekinthetően, összehasonlíthatóan nem érhetők el sehol. Pont ezért kértük őket. És volt jó néhány olyan adat is, amire azt mondták, egyáltalán nincs meg nekik. Azt állítják, hogy nem tudják a fertőzöttségi adatokat járásonkénti bontásban, vagy hogy melyik megyében hányan haltak meg összesen. Nem tudják a fertőzöttek számát nemek szerint közölni, és azt sem tudják, hány szabad intenzíves ágy van az egészségügyben. Két lehetőség van. Elképzelhető, hogy a magyar járványügynek tényleg fogalma sincs, hogy áll a vírushelyzet, vagyis igazat mondanak, amikor azt mondják, hogy az általunk kért adatok nincsenek meg nekik. De az is lehet, hogy nagyon is tudják, milyen tragikus összkép tárulna elénk, ha megismerhetnénk az adatokat. Egy biztos, az állam, amitől már a kórházi fertőzések adatait is csak 3 évnyi pereskedéssel lehetett megszerezni, ezúttal is titkolózik. Mi pedig ezt ezúttal sem fogjuk annyiban hagyni. Folytatjuk a küzdelmet, hogy érvényt szerezzünk a jogszabályoknak, és átláthatóvá tegyük magyarországi járványhelyzet adatait. A járvány első pillanatától kezdve azon dolgozunk, hogy segítsünk értelmezni a folyamatosan változó szabályokat, megerősített jogsegélyszolgálatunkhoz pedig bárki fordulhat kérdéssel. Támogass minket, hogy folytathassuk ezt a munkát!